Sziasztok! Sziasztok! Hello me! Üdvözöllek benneteket a Dunáról. Végre visszakerült hozzám a kamerám, amit a múltkori peca alkalmával Zsolti barátom csomagtartójában hagyta. Délután 2:30 van, és egy újabb balin vadászatot terveztünk a Zsolttal. Itt voltak a csónakoknál a múltkor. Rengeteget fogtak. Rengeteg el is ment. Most ma reggel kint voltam. Majd ide belinkelek egy fotót. Mindössze egyetlen egy halat sikerült fognom. Nagy nehezen, kinkeservesen. Őt, itt a fotó. Nem az a csúnya nagy, de legalább az a szép kicsi. És most pedig én úgy gondolom, hogy itt letáborozok, és akkor ezt a szakaszt végig dobálom. Ha valami lesz, akkor pedig természetesen jelentkezem. Ezen a kis HD Micro Special boton, ezen az FD orsón, ezen nem olyan régen még ilyen fluoros, sárgás, zöldes színű 0,03-as microbraid fonott zsinór volt, amit kizárólag azért nem dobtam a kukába, mert marha drágán vettem, 10-akárhány ezer forint volt az a zsinór, ha jól emlékszem, úgyhogy visszatekercseltem a dobjára. És lőtt az agyam, hogy mi lenne, ha nem fonottat tennék rá, hanem a Dragon cégnek van kifejezetten monofil pergető zsinórja, ami, meg a Lucky Johnnak, ami tulajdonképpen 100%-os fluorokarbon. Ez 18-as, ami most ezen a dobon van. És ezt a reggeli balint, ezt ezzel sikerült megfognom. Na, mit tapasztalok? A hal megfogása, fárasztása tekintetében semmilyen változás. Negatívum, hogy sokkal-sokkal kisebbet, rövidebbet tudok dobni, mint a fonottal. Tehát mondjuk úgy, hogy a fele távolságot tudom meghorgászni ezzel a monofillal. De mint látjátok itt a felvételen, mégiscsak van valami pozitív tulajdonsága, méghozzá, hogy teljesen láthatatlan a vízben. Úgyhogy most ezt fogom használni, és nyilvánvaló, hogy gyakrabban kell majd cserélni, de ez egy merev tapintású sprőd zsinór, pergető zsinór. Nagyon-nagyon szépen lehetett érezni a balinnak a rávágását. Ez egy first cast tulajdonképpen, tehát első dobásra. Hú, de szép hal! Tehát ahhoz képest, hogy egy 0,5-6 gram dobósúlyú bottal, botocskával fárasztgatom. Ezzel a 18-as monofillal. Nagyon élvezetes a peca. Ha nem óriás, átlag balén, egy szép darabos jószág. Na nézzük. Múltkor is így ment el egy jó pár, hogy így a merítőtől meghihettek, megugrottak. De szép vagy, egyelek meg, gyere! Aszta! Szép darab ez, jó. Jó hal. Na, hát ő az. Köszöntelek!
Na ez most a Dragon ProGuide X-re jött, mert a monofil zsinóros cuccal, hát azért valljuk meg őszintén, nem tudtam messzire dobni. Ilyen max 20. Hú, de jól küzd. És ahogy kicseréltem a két szerelést, az elsőre egy távoli, jó nagy távoli dobásra, pár tekerés és bum, be is adta. Nem lesz nagy, szerintem, de jól küzd. Az érzem, hogy súlya van. Azért azt érzem. Meg még nem is mutatkozott meg, legalább lássalak meg. Ó, formás jószág, ez szép delfin. Szép delfin. Hó, oha. Formás delfin. Na gyere szépen. Átlagos. Átlagos delfin. Itt van ő. Szép halacska. Jó halacska. Szábusz. Szábusz. Ennyi. Ez az övé. Hát drágáim, ez a mai balinozás ennyi volt. Sikerült kettőt nagy nehezen megfogni, de korán sem voltak jó kapókedvükben a halak. Úgyhogy találkozunk legközelebb egy másik videóban, aki kint van, annak görbüljön, mert ez már a süllők ideje, nem a balinoké. Sziasztok!